Karácsony közelettével beszéljünk egy kicsit annak szimbólumáról, a fenyőfáról. Az örökzöld növények tisztelete már az ókori népek hitvilágában is központi helyet foglalt el. Fenyőfát először Németország területén díszítettek, valamikor a 16. században. Pesten az első karácsonyfát valószínűleg Brunswick Teréz grófné állította 1824-ben. A fenyőfák egyébként nem is egyesével családoknál voltak, hanem legelőször templomokba helyezik el őket, tehát legelőször a templomok veszik át, a jászlak mellé állítják föl a fenyőfákat, a különböző céhes polgári hagyományokban megjelenik a 18-19. Században, és gyakorlatilag a Magyarország felé elég későn, csak a 19. században terjedt el. Igazából azt mondhatjuk, hogy Európa szerte már a 18. században a nemesi udvarokban, illetve az uralkodói udvarokban, Nyugat-Európában már mindenhol teret hódított a karácsonyfa, tehát a fenyőfából állított karácsonyfa. Magyarországon valószínűleg, hogy ez közre játszott a töröknek a 150 éve, illetve a Habsburg királyságnak az újbóli megerősödése a 18. században járul hozzá ahhoz, hogy a magyar nemesség a telet, illetve az évnek a felét nagy részt az osztrák birodalomban Bécsben töltötte. Tehát a magyar nemesség azt lehet mondani, hogy ott találkozik ezzel a szokással, a feldíszített karácsonyfával, és valamikor csak a 19. században jelenik meg Magyarországon, Budán először a fenyőfa. Hát a történelmi, hát ilyen urbán legendák szerint egyébként nem lehet pontos dátumot tudni. 1828-ban vagy 24-ben Brunswick Teréz állítatja föl a krisztinavárosi kisdedóvóban az első karácsonyfát. A karácsonyfa állítás hagyománya a 16. században terjedt el a német-római birodalomban, mikor a keresztények elkezdtek feldíszített fenyőfákat állítani otthonaikban. Valószínűleg Luther Márton volt az első, aki égőgyertyákkal díszített fel karácsonyfát. A német reformátor éppen hazafelé tartott egy téli estén, mikor az egyik fenyőn egyszer csak ragyogó csillagfényekre lett figyelmes. Luthert annyira magával ragadta a látvány, hogy mikor hazaért, mindenáron be akart számolni családjának a jelenségről, s jobb ötlete nem lévén elővett egy fát és gyertyákat helyezett rá. Van egyébként egy Tolna megyei vonatkozása is. A Bezerédi család, Bezerédi Amália, aki meg a Tolna megyei kisdedóvóknak a megalapítójaként ismerjük, illetve az első gyerekkönyvet, verses gyerekkönyvet, a Flóri könyvét a kislányuknak ő írja meg. 1834-ben, bár nem Tolna megyébe, hanem Fönngyőr-Sopron-Moson megyébe, kislányuknak, Flórinak állítatják az első karácsonyfát, viszont onnantól kezdve nem sokkal későbbi Tolna megyében is kezdett ez miatt elterjedni. Tehát van egyfajta egy ilyen Tolna megyei vonatkozása is. Most a fenyőfát végül is a polgári körök, a polgárság között terjed el másodszorban a nemesség után, elég gyorsan egyébként Magyarországon is. Talán azt lehet mondani, hogy a parasztság vette át a legnehezebben. Ennek igazából anyagi okai is voltak, tehát egy idő után, mikor a fenyőfát vásárolni kellett, a parasztság ezt nehezebben tette meg, egyrészt anyagilag is, és náluk inkább a 19. század végére kezdődött el a fenyőfáknak a meghonosodása a paraszti otthonokban. A karácsonyfa később komoly támogatókra talált Viktória brit királynő és férje, Albert Saxe-Coburg gothai herceg személyében. A királyi pár 1846-ban az Illustrated London News című lap egyik rajzán volt látható, gyermekei körében a feldíszített fenyőfa mellett. Viktória ellentétben elődjeivel rendkívül népszerű volt az alattvalók között, s ha valamit tett, abból kis túlzással divat lett. Nem csak Nagy-Britanniában, hanem a tengeren túlon, a keleti parton is. A fa ezzel végleg megérkezett az USA-ba. Az 1890-es években a karácsonyfa hihetetlen népszerűségre tett szert, Amerika pedig nagyra tört, legalábbis ami a karácsonyfák méretét illeti,
Ugyanis még Európában ebben az időben maximum 1,2 méter magas fenyőket vágtak ki, addig az amerikaiak plafonig érő fákat állítottak. A karácsonyfára felrakott díszek is egy külön jelképrendszere van, tehát egyrészt van mindegyiknek egy keresztény magyarázata, tehát egy keresztény jelképrendszerbe is beleolvat, a másik oldalon pedig a népi hiedelemben is minden egyes fölaggatott dísznek külön hiedelemrendszert lehet mondani, mert a néphagyományban külön megnevezték őket. Azt lehet mondani, hogy talán a legősibbek, vagy a legeredetibbek, amiket ugye ismerünk, az a csillag volt. A keresztény jelképrendszerben az egyértelműen főként az angyalt jelölték vele, akik ugye a pásztoroknak elvitték hírül Krisztusnak a születését, illetve magát a gyertyát, amely maga fény, amely Krisztust jelképezi. Alapvetően a fa jelkép, maga a fenyőfa is egy érdekesség. A keresztény hagyományban is egyrészt tartják például a tudásfájának, tehát a paradicsomi tudásfájának, egyrészt tartják, amiről ugye Ádám és Éva leszakította az első almát, és ezért ugye kiüzettek a paradicsomból. Na, a másik oldalon viszont tartják egyrészt az örök élet fájának, amiről már Ádám Éva nem tudott enni, mert ugye onnantól kezdve a kerubok vigyázták a paradicsomban az örök élet fáját. Azonban, ha belegondolunk, tehát a keresztény jelképrendszerben tulajdonképpen Isten legnagyobb ajándéka az emberiség fele az Krisztus születése. És gyakorlatilag Krisztus, mint a megváltó, ezt az örök életet adja vissza az emberiség számára újra, bár nem itt a Földön, ugye, hanem a paradicsomban, tehát a halálunk után. Viszont ezzel bezárul ez a kör, tehát az a fa, amiről már nem tudott Ádám és Éva enni, Isten legnagyobb ajándékaként az örök életet mégiscsak visszakapja ugye az emberiség a halála után, és ezzel azt lehet mondani, az isteni megbocsátás tényleg teljessé vált. Tehát valójában a fenyő, mint egy örökzöld fenyő, azt is szokták mondani, hogy magának Jézusnak is a jelképe.